Sziasztok, Kata vagyok, szépségápolási tanácsadó, és a mai videóban egy igazán natúrra sikeredett, nagyon kevés szint tartalmazó, egyszerű szemsminket hoztam nektek, amihez egy meleg árnyalatú rúst használtam. Először a frizulámba lehelek valami kis életet, most úgy döntöttem, hogy az első tincseket így hátra fogom csatolni, már meg kellene mosnom egyébként. Egy kis hajolajjal lesimítom a végeket, és ez még kibír egy-két napot. Következik az antioxidáns szérum az arcomra, és ezt a The Ordinary részpeptides szérumot én nagyon szeretem, vagyis hát nem én, a bőröm nagyon szereti, anti-aging hatása mellett antibakteriális hatású is, és úgy vettem észre, hogy a pattanásokat nagyon szépen le tudja szárítani. Az ajkaimat természetesen hidratálom. Nagyon szeretem ezt a One Two Free ajakápolót, ami egy picit plumpingolja az ajkakat, és nagyon-nagyon szépen feltölti itt ezeket a vonalkákat az ajkaimon. 01-es originál, tehát semmilyen színe nincsen. Ezután a fényvédő következik, majd alapozunk. Most egy nagyon könnyed vízbázisú alapozót választottam a MAC-től, amit a Sigma Kabuki ecsetemmel oszlatok el az arcom egész területén. Ez nem ad túlságosan erős fedést, inkább csak egységesíti a bőrfelszínt, és az apróbb bőrhibákat elfedi. Kicsit átfésülöm a szemöldökömet, majd pedig a szemem alatti elszíneződéseket szintén MAC-es korrektorral korrigálom, aminek sajnos a kis ecsete letört, szóval így a saját korrektor ecsetemmel próbálom kihalászni belőle, ami még menthető. A bőrhibáimra is teszek egy kevés korrektort, és az egészet fixálom egy transzparens púderrel. Ezután elkészítem a bronzosítást, kontúrozást, pirosítást. Ebben a sminkben is minden termék, amit használok, inkább melegebb, árnyalatú. Egy kis highlighterrel dobom föl, majd pedig egy barna színű szemhéjfestéket választottam, amit a szemhéjam egész területén eloszlatok, és haladok fölfelé a szemöldök csont irányába. Ez az egyszínű szemfestés nagyon jó azoknak, akiknek rejtett szemhéjuk van, mint nekem. A lényeg az, hogy ne álljatok meg a szemredőnél, hanem jó magasra satírozzátok föl. A szempilláim tövét fekete szemhéjfestékkel emelem ki, de csak nagyon-nagyon finoman. Alul is felül is a szempillák tövénél elkezdem egy nagyon-nagyon picike satírozó ecset segítségével fölvinni a terméket, és majd, hogy nem a szempillákon kezdem el húzni. Ezután a szemöldök csontomat emelem ki, egy fényes színt használok hozzá, majd pedig összesatírozom az átmenetet. Az alsó szempillák tövéhez is fölviszem azt a barna színt, amit a szemhéjon használtam, hogy egy pici füstös hatása legyen. Áthúzom a szemöldökömet egy rezes barna árnyalatú szemhéjfesték, ez nem szemöldökpor, ez egy tök jó színben passzol most a hajamhoz, majd pedig következik a spirálozás, ez egy bourgeois szempilla spirál, picit hajlított keféje van, de nem szilikon kefe, hanem sima, és jó sokszor átmegyek a szempillákon. Ennél a sminknél én azt szeretem, amikor maga a szemhéjfesték kicsit visszafogottabb, amint látható, viszont a pillák azok szinte drámai mértékben ki vannak emelve. Az ajkaimat is a szokásos módon készítem el. Mostanában ezt a fajta kontúrozást szoktam használni, amivel ugye a kupidóévet egy icipicit túlhúzom, viszont a többi részénél az ajkaimnak ugye követem a természetes vonalakat, és egy krémes ajakrúst használok, aminek hát egy picit ilyen narancsos, barnás az árnyalata, de nem drámai, meg egyáltalán nem sötét. Ez egy visszafogott nappali sminknek tökéletesen megfelel.
el is készült ez a szép smink. Remélem, hogy tetszett nektek, könnyen követhetőek voltak a lépések. Ha szeretnétek még több sminket, illetve tartalmat látni tőlem, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a kis csengőt, hogy első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmaimról. Sziasztok!